Köszöntöm a Miskolci Napló nézőit! Február 24-én újra jogászbál lesz Miskolcon. A témával kapcsolatban köszöntöm stúdiónkban Csemáné Váradi Erikát, a Miskolci Egyetem jogi karának dékán helyettesét, a jogászbál rendezőbizottságának elnökségi tagját, Fodor Kingát, a Miskolci Önkormányzat jogászát, a Miskolci Jogászbál rendezőbizottságának egyik tagját, és Alkoda Enest, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának elnökét, a Miskolci Jogászbál rendezőbizottságának szintén tagját. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először beszéljünk már arról, hogy az Állam és Jogtudományi Kar ugye komolyan gondolja a jogászbált, de ebben nagyon fontos szerepet játszanak a hagyományok, egészen pontosan az eperjesi miskolci jogászbál. Mit kell tudni ennek a történetéről? Hát én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Igazság szerint én azt gondolom, hogy mi egy nagyon szerencsés jogi kar vagyunk abban, hogy két komoly hagyományrendszerrel rendelkező oktatási intézményhez is kapcsolódhatunk. Az egyik ugye a Selmecbányai Akadémia és ennek a diákhagyományai üzenetei és hitvallása, amelynek jogutódja ugye a Miskolci Egyetem, másik pedig az Eperjesi Jogakadémia, amelynek ugyan nem jogutódjai, de többszörösen deklarálta szellemi örökösei vagyunk. Ha a jogászbáról beszélünk, akkor alapvetően ezekhez a hagyományokhoz nyúlnánk vissza, és azt mondhatom, hogy van mihez. Hál' Istennek, hiszen nagyon gazdag és nagyon szép hagyományrendszere volt a Eperjesi Evangélikus Akadémiának, amely aztán átkerült Miskolcra, és tulajdonképpen Miskolcon is meggyökeresedve egyfajta mozgató rugója, összetartó közege lett azoknak a diákoknak, akik a jogakadémiára jártak, és a hivatásrendek képviselőinek is. Maga a jogászbál, amelyről most ugye beszélünk, ez egy tradicionális jogászbál. Nagyon fontos, hogy ezt a jelzőt elé tegyük. Már csak azért is, mert ugyan a Miskolci Jogakadémia 1949-ben megszüntetésre került, azonban ez nem azt jelentette, hogy utána és az azóta eltelt időben egyáltalán ne került volna sor arra, hogy a jogásság egyfajta ilyen ünnepi alkalmat szenteljen arra, hogy találkozzon és felelevenítse az egymáshoz való kapcsolódást és kötődést. Ebben különösen nagy szerepe volt korábban például a jogászegyletnek, amely egyfajta motorja volt annak, hogy ezek az események megtartásra kerülhessenek. Amikor mi a múlt évben rendeztünk első alkalommal ilyen tradicionális jogászbált, akkor ennek a fő célja vagy szándéka az volt, hogy részben kapcsolódva ehhez a sorozathoz, ugyanakkor erőteljesen visszanyúlva mindahhoz, ami 1949-ben meg kellett, hogy szakadjon, megtaláljuk a kapcsolódási pontokat a múlthoz. Mi mindannyian részint a szervezőbizottságban, részint azon túl, akik ehhez az ügyhöz kapcsolódunk, úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen a gyökereivel, és ez mindig egy olyan alapot tud adni mindannyiunk számára, amely akár a mai időkben is segíthet bizonyos döntések meghozatalában, egyfajta identitás megtalálásában, annak a nagyon fontos eszmének a kihangsúlyozásában, hogy ugye az összetartozás, a kapcsolódás, és legyen szó a jogászhivatásrendek egymás közötti kapcsolódási pontjairól, legyen szó az elméleti gyakorló jogászok közötti kapocsról, legyen szó a Miskolc és Miskolcon kívüli tevékenykedő, dolgozó szakemberek köréről, és persze, ami nagyon-nagyon fontos a jogászbál kapcsán, az egyik legfontosabb, ugye nem véletlenül ülünk itt úgy, ahogy itt ülünk ennél az asztalnál, az pedig a diákokkal való, a jövendő jogászgenerációkkal való kapcsolat. És akkor itt nézzük már meg azt is, hogy tulajdonképpen a tradíciók és a hagyományok őrzése a fiataloknak mennyire fontos, vagy mennyire fontos az, hogy a fiatalok
diákokat megtanítsuk, tudatosítsuk őket abban, hogy fontos, hogy a történelmet és a múltunkat tisztelni, ápolni kell. Én tavaly igazából, mint még joghallgató úgy vettem részt, most pedig az idei jogászbáron pedig, mint szervezőbizottsági tag fogok részt venni, és tavaly is már jócskán képviselték a fiatalok is a létszámban megmutatkozott, hogy igenis van erre igényük. Most pedig még inkább szeretnénk, hogy egyre több fiatal, akár kezdő jogászok, mint joghallgatók, esetleg olyan középiskolások is elsőbálozóként jelenjenek meg, akik később esetleg itt szeretnék folytatni majd tanulmányaikat. Erre hoztuk létre ezt, hogy elsőbálozókat is. Ez egy ilyen szép gesztus igazából, hogy az édesapáik felkísérik, és akkor őket is be tudják mutatni a bála alkalmával. Mennyire népszerű ez egyébként a fiatalok körében? Mennyire kell őket győzködni arról, hogy egy ilyen rendezvényen igenis érdemes részt venni? Szerintem egy ilyen tradicionális jogászbára van kedvük eljönni a joghallgatóknak is, mivel előtte már részt vesznek például szakestélyeken, selmecidiák hagyományokban részt vesznek, és emiatt már tudják körülbelül, hogy van egy ilyen komoly része, mint a szakestélyeknek is. A bálnak is van egy ilyen része, de inkább ez a kötetlen szórakozásról szól inkább, amit szerintem jól fogják érezni magukat. Tavaly is mindenki jól érezte magát, úgyhogy... A hallgatói önkormányzat hogyan kapcsolódik mindenbe bele? Na már most a Hallgatói Önkormányzat egyik albizottsága, ahol itt a bizottság, és ugye közösen próbálunk közre működni ebben a bálban, és bevonni a fiatalokat. Igazából az előző kérdésre még hozzátenném azt, hogy van egy bizonyos hallgatói érdektelenség úgy országszinten, viszont egy ilyen hagyományos és jogászi rendezvény iránt egyre nagyobb az igénye a hallgatóknak, nem csak azért, mert ez egy szórakozás, hanem azért, mert ennek van hagyománya, és valaminek a tagjai lehetnek ezek a jogászhallgatók. A Hallgatói Önkormányzat itt főként abban fog segítkezni, hogy bevonja a fiatalokat, illetve, hogy mivel van egy selmeci hagyományunk már 1735 óta, és ezt az egész egyetem ápolja szakestélyekkel, különböző ceremóniákkal, rendezvényekkel, próbáljuk fenntartani ennek a történelmét. Tehát ez egy külön öröm nekünk, hogy külön jogász hagyományok vannak, és erre minden hallgató nagyon büszke, és ez eddig abban nyilvánult meg, hogy ezt úgynevezett balek oktatáson mi mindig előadás formájában az elsőjös hallgatóknak előadjuk, hogy mik is azok a hagyományok, és ugye ebbe belevonjuk mindig az eperjesi hagyományokat, és így viszont már nem csak elméleti tudásuk lesz ebben a dologban, hanem gyakorlati is, hiszen részvevői lesznek a bálnak, és tovább tudják adni ezeket a hagyományokat is, mint a selmeci hagyományokat. A beszélgetés előtt mi már ugye egy pár szót váltottunk egymással, ahol pont azt hangsúlyoztuk, illetve abban mindenki egyetértett, hogy mennyire fontos egy egyetemista számára az, hogy megélje a fiatalságát egyetemistaként különböző egyetemi rendezvényeken, ugyanakkor mennyire fontos az, hogy egy ilyen bálba is belekóstoljon, hiszen hogyha már végez és dolgozni fog, akkor ez fogja meghatározni majd az életét. Igen, azt gondolom, hogy nem véletlenül volt közös nevező ez mindannyiunk részéről, független attól, hogy milyen oldalról is közelítjük meg ezt a kérdéskört. Ugye, ha már hagyományok, az első jogászbál, amiről van konkrét tényszerű adat, ez 1837-ben volt, és azt a jogászbát, és nekünk is ez a tervünk hosszú távon, valójában a diákok kezdték el szervezni, tehát akár Eperjesen, akár Miskolcon, ezek a bálok mindig a diák önszerveződésnek voltak egy formái, amelyek megjelentek, és amelyek kifejezésre tudták ezeket a kapcsolódási pontokat, és ezeket az üzeneteket juttatni, és talán érdekes dolog is, nem mindenki tudja, hogy 1926-ban a hercegi pár is részt vett például fővédnökként a Miskolci jogászbálon, tehát független attól, hogy mondhatnánk diákok által szervezett, diákoknak szóló esemény, ez sokkal, de sokkal több volt annál, mint hogy egy kellemes estét együtt töltettek, pontosan ezekkel a
üzenetekkel és ezekkel a kapcsolódási pontokkal, vagy ezekkel összefüggésben. Ugye azt hangsúlyozták, hogy ez egy békebeli hangulatú program kell, hogy legyen, vagyis lehetőség van arra is, hogy akár ismerkedjenek a fiatalok. Mennyire népszerű ebben a tekintetben ez a program? Már korábban a Miskolci Eperjesi Akadémiáról szóló, diák életéről szóló könyvben is írták, hogy igazából bálnak a sikerességét, azt a fiatalok részvétele fogja emelni, tehát az mutatja meg, hogy mennyire volt sikeres, és ezt szeretnénk visszahozni mi is, hogy ha vannak fiatalok, ezt írták a könyvbe, akkor igazából a hangulat van, tánc van és jókedv. Szerintem egyre több réteget tudunk megszólítani, ezáltal, hogy a joghallgatók is kedvezményesen tudnak részt venni majd a bálon, így szerintem több embert fog vonzani, másrészt a pályakezdő jogászoknál is egyre több, tehát minden hivatásán fogja képviselni magát, úgyhogy szerintem egyre többen jönnek a fiatalok köréből is. A rendezvénynek a fővédnöke az Trócsányi László igazságügyi miniszter, de azért számos más közéleti szereplő is jelen lesz majd ezen az eseményen. Mennyire mutatja a rangját egy-egy ilyen programnak az, hogyha elmennek olyan emberek is, akik egyrészt a szakmájuknak mondjuk a csúcsán vannak, másrészt pedig meghatározzák a mindennapjainkat? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Egyrészt nagyon jó kifejeződése ez annak, hogy amit mi ezekkel a bálokkal szeretnénk életre hívni, vagy egyfajta folyamattá tenni, az azért a jogászi hivatásrendek találkozásán is, a már említett célokon túl. Ugye az is, hogy mindig minden alkalommal van valami olyan társadalmi szerepvállalás, egy-egy olyan cél, amelyet szeretnénk elérni a jelenlévőknek a úgymond aktív közreműködésével. És az, hogy akár a hivatásrendek vezetői, akár ugye igazságügyminiszter úr fontosnak gondolta azt, hogy ennek a bálnak a aktív vagy szimbolikus résztvevői váljon, ez a számunkra egy nagyon komoly és nagyon erős visszajelzés arra vonatkozóan, hogy jó úton járunk, hogy talán sikerül ezeket az üzeneteket, ezeket a szűkkörön kívülre is, akár országos szintre is eljuttatni arról, hogy miért is fontos az, hogy mi ilyen körben találkozhassunk. A program azért elég sokrétű lesz, mert hogy lesz többek között egy konferencia is a Jogász Tradíciók Észak-Magyarországon címmel. Miért tartották fontosnak azt, hogy ilyen szinten kiszélesítsék már egy hagyományosnak mondott bálnak a programját? Ennek az oka meglehetősen komplex, és részben abból adódik, hogy nagyon kevés, vagy én azt gondolom, hogy egy szűkört leszámítva túl kevesen vagyunk, akik tudjuk, hogy milyen értékeket, milyen eredményeket köszönhetünk annak, hogy az a jogakadémia 1919-ben Miskolcra került, és hogy Miskolc városa tárt karokkal fogadta és támogatta ennek az akadémiának a működését. Tehát onnantól kezdve, hogy kik voltak az Eperjesi Miskolci Jogakadémia diákjai, hogy Tököl Imrétől kezdve a szabadságharc szereplőin át, csak akár a Dezsefi családig, aki ugye a Varadi 13 tagjaként sajnos vértanú halált kellett, hogy halljon. Tehát, hogy gyakorlatilag van olyan kör, olyan személyi kör, akire nagyon büszkék lehetünk, de nagyon kevesen tudnak erről, kevesen tudnak arról, hogy amikor Miskolcon sétálnak és egy-egy utcanevet látnak, hogy ez az utcanév a Miskolci Jogakadémia egy-egy professzorának a nevét őrzi, és azt tükrözi vissza, mert olyan értéket alkotott, és sok mindent tett le szakmai és emberi mi voltában is, és a városért tett vállalásaiban az asztalra, ami kiérdemelte ezt. Tehát egyrészt volt egy olyan cél, hogy egy picit erről is többet tudhassunk. Másrészt pedig a magáról nem leszűkítve kimondottam most már ugye a Miskolci Jogakadémiára, hanem egy picit komplexebb körbe téve ezt, ugye, hogy vajon
valóban itt a felső magyarországi régióban hogyan is zajlott a jogász képzés, milyen hagyományai voltak ennek, hiszen minden jogakadémia, amely létezett, vagy ahol volt jogi oktatás, az nagyon sokat tett hozzá annak a helynek a szelleméhez, de hogy ez, és tulajdonképpen az akadémia története, az ott tanuló diákok is mindvégig azt hangsúlyozták, hogy az összetartozás, a bajtársiasság, az egymás segítése, és ebbe a kapcsolatrendszerbe ugyanúgy beletartoztak más jogakadémiák, a velük való aktív kapcsolat is. Ezért úgy gondoltuk, hogy nem is tehetnénk másképp meg, csak azt, hogyha ezt egy ilyen tágabb körben mondjuk el, és így reméljük, hogy azok számára is több információt tudunk majd szólni, vagy több információt tudunk majd szolgálni, akik talán ilyen-olyan okok miatt eddig nem ismerték meg ezeket az értékeket és hagyományokat. Lesz egy zászlóavatás is, igen, mert hogy Nánási Kocsis Norbert önkormányzati képviselő egy felajánlást tett a Joga Akadémia 1907-es zászlajának elkészítésére, aztán később ehhez más támogatók is csatlakoztak. Igen. Mit kell erről tudni? A zászló vonatkozásában, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy fontos is, miért fontos az, hogy többek között ugye ez a bizonyos akadémiai, és most már kimondott a jogakadémiai zászló, ez egy ilyen formában is részét képezze a jelen a 21. század hagyományrendszerének. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy mindaz, amit mi csinálunk, és amihez csatlakoztak, akik csatlakoztak, az nem arról szól, hogy valahol a múltban el akarunk mi veszni, és ehhez a múltbéli hagyományrendszerhez görcsösen ragaszkodva próbáljuk ezt, hogy is mondjam, előtérbe hozni, hanem mindaz az üzenet, amit akár ez a zászló életre hívás is annak idején jelentett, ez ma is érvényes, és a 21. század akár vezető, modern, a kihívásoknak megfelelni tudó felsőoktatási intézményében is fontos és élő tartalommal bír. Maga a zászló egyébként, hiszen a Selmeci Akadémiának, bocsánat, annak is, de akkor most az Eperjesi Akadémiának, ugye, vagy kollégiumnak volt saját zászlaja, mely zászló egyébként 1848-at is megjárta, és ugye azt írták, hogy vérrel áztatott, és ugye tűzben szerte foszló, vagy sérült sejemről van szó. Itt viszont a akkori diákok, és megint nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a diákokról van szó, úgy gondolták, hogy nagyon sok szimbolikája lenne annak, hogyha életre hívódhatna egy önálló, csak már a jogász diákságot és a jogakadémiát képviselő zászló, és ez így történt meg. Egyébként az év, ugye, az azért volt pont az az év, 1906, mert hogy magát Tökölit akkor helyezték ugye a hazai földbe, ugye akkor kerülhetett vissza, ugye temetésére akkor került sor abban az évben, és minthogy ő diák volt, és szimbolizált valamit a szabadságért való önfeláldozás, azt, ami egyébként a jogásságnak a magá, hogy egy nagyon fontos üzenete, hogy az igazságért, a jogért, a törvényért való helytállás, a számüzetés vállalása mindezért, és hogy ezért volt fontos, hogy abban az évben kerülhessen erre sor. Egyetlen egy gondolatot még, ugye itt a zászló kapcsán nagyon szépen köszöntük, és nagyon-nagyon örültünk ennek a felajánlásnak, amelyhez egyébként Szinai Attila helyettes államtitkár úr is csatlakozott, illetőleg a korábbi bálnak, a múlt évi bálnak a rendező bizottsága, és tulajdonképpen ennek a hármasnak az eredménye volt az, hogy ebben az évben most lehetőségünk lesz ennek a zászlónak a bemutatására is, amely innentől kezdve már a Miskolci Jogi Karnak egyik szimbóluma is lehet. Még beszélj már egy picikét arról, hogy ugye a jogászbál ugyan zárt körül, de a Diák Egyesület is, akik a hagyományok őrzésében
nagyon fontos szerepet játszanak. Kik lehetnek ennek a tagjai? A Diák Egyesület tagja bárki lehet, aki a Selmeci szemléletben, a Selmeci neveltetésben részt vesz, és megkeresztelkedik a Selmeci szellemben. Ugye ennek van egy procedúrája, oktatáson kell részt venni, ez nem egy szórakozás, ez komoly tanulást és felkészülést igényel. És a végén pedig van egy záró ünnepsége, ezt keresztelő szakestének nevezzük, ahol megkereszteljük a friss hallgatókat, és így részévé válnak a selmeci hagyományoknak, és ők is őrizhetik ezt a dolgot. Azonban ahhoz, hogy valaki ennek a hagyománynak a neves őrzővé váljon, és valita bizottságba belépjen, egy kicsit többet kell tenni a közösségért. Tehát itt sok dolgot kell megszervezni, sok szakestét, el kell látogatni Selmecre, tehát ez fontos, hogy lássa azt, hogy miből indult ez az egész, és részt kell vennie olyan programokon, itt gondolok országos szintű programokra, mert ugye selmeci hagyományokat nem csak a Miskolci Egyetem, hanem Sopron is például ápolja. Tehát részt kell venni, és olyan kapcsolatokat kell építenie, ami által a saját évfolyama legalábbis nálunk megválaszthatja őt, mint valita bizottság elnökévé, és vagy alelnökké, illetve különböző tagjává a valita bizottságnak. Ugye fontos azt is kiemelni, hogy ezek az illetők minden ilyen jellegű hagyomány szervezésében részt vesznek, ahogy ebben a bálban is aktív személyek, viszont itt közben kell tenni azt is, hogy a HÖK képviselői, akik tehát egy szervezetnek nevezik magunkat, nagyjából azért együtt csinálunk mindent, de azért a HÖK képviselői ugyanúgy nem csak pénzügyileg, de minden erőfeszítést és mindenfajta szervezőkészséget bevetnek annak érdekében, hogy ezt közös erővel meg tudjuk valósítani, ezt a bált. És itt közre játszik az, hogy talán a hallgatói önkormányzat az, aki a hallgatókat jobban el tudja érni, és a valita bizottság az, aki pedig a hagyományokhoz jobban ért. És a közös összefogás eredménye lesz az, hogy sok hallgató lesz, és sok érdeklődő a hagyományok iránt. És akkor az utolsó kérdés, ugye, tehát mindennek az origója itt a hagyományoknak az őrzése, ápolása. Mondtuk, hogy ugye zárt körül tulajdonképpen ez a program, de lehet-e még rá jelentkezni, nyitott-e ez a bál még? Igen, természetesen. Igen, lehet még jelentkezni. Nagy szeretettel várjuk a érdeklődőket. Részint elektronikus formában, részint pedig személyesen is természetesen van lehetőség még a csatlakozásra. És én is megragadnám még annyiban a szót, ugye nem esett, vagy korábban erről nem beszéltünk, hogy maga a rendezés, az a Miskolci Jogász Tradíciók Megőrzéséért Egyesülethez kapcsolódik, tehát mi adjuk egyesületként ennek a keretét, de a Miskolci Egyetem vezetése, rektor úr, kancellár úr is, természetesen a Miskolci Állam és Jogtudományi Kar is komoly és aktív támogatóként van jelen ezen az eseményen, és ezen az esten is, reményeink szerint, és ez nagyon-nagyon fontos a számunkra, hogy ilyen értelemben ez megtörténhet, és ezúton is köszönjük, bár erre még lesz lehetőség, már mindenkinek az eddigi támogatását és munkáját is, ami idáig hozzátett a történethez. A helyszín pedig a Miskolci Egyetem lesz, február 24-én. Én remélem, hogy minél több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz. Vendégeimnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a stúdióba, és hogy mindenről beszámoltak. Kedves nézőink, ez volt a Miskolci Napló. Új műsorral egy hét múlva, hétfőn este 19:30-kor várjuk majd Önöket, tartsanak akkor is velünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!